Hát főleg idén indultam először versenyeken, tavaly még úgy éreztük a többi bringás, többi szekszeres triálossal, hogy mi még így nem vagyunk elég jók ehhez, és idén indultunk el, és idén az összes kupafutamon nyertem, és így meghívást nyertem az országos bajnokságra. És az országos bajnokságon is nyertem, és akkor így lettem országos bajnok. Na jó, hát ez így nagyon egyszerűen hangzik egyébként, de hát nyilván ahhoz is kellett már valami, hogy mondjuk az idén, amikor azt mondtad, hogy na, akkor elindulok, mindent megnyerjél. Hány év egyáltalán? Hány év, milyen felkészülés? Hát 3 éve bringázom, és hát amikor tudok, akkor kimegyek edzeni. Tehát van, hogy héten keresztül minden nap kint vagyunk ilyen 3 órát, de van, hogy mondjuk, hogyha rossz idő van, akkor nem tudunk kimenni. Tehát ez változó. De szerencsére nem kötött, és így sokkal élvezetesebb. Kellett valami különleges felkészülés az országos bajnokságra, vagy ugyanazt csináltad, amit előtte? Hát nem, ugyanúgy kimentünk bringezni, és végül is a felkészülés is teljesen szabad. Tehát kimegyünk, és akkor ilyen örömbringázás megy. És akkor végül is így azért fejlődünk, és így készülünk versenyekre. Akkor mondjuk érkezzünk el az országos bajnoksághoz. Egyáltalán milyen elvárásokkal indultál neki, és ehhez képest hogy értékeled az eredményt? Hát az országos bajnokságra én úgy mentem, hogy én nyerni szerettem volna, főleg azért is, mert az én csoportom nem olyan erős, és így tiszta voltam vele, hogy ezért nekem ott most van esélyem. És végül is sikerült is. Milyen specialitása volt, ha volt az országos versenynek? Milyen pálya volt? Hát elég sok pálya volt, 6 pálya és 2 kör. Ehhez képest elég rövid idő volt, azt hiszem 1,5 óra, szóval nagyon kellett sietni. És ehhez mérten pályák is egész nehezek voltak. Azt mondod, hogy nem olyan erős az a mezőny, amiben szerinted, amiben te indulsz. Hogyha egy kicsit ki kéne emelni közüle pár nevet, kiket mondanál el, ki a juniorba az élvonal? Hát összesen 5-en szoktunk indulni általában, ami nagyon kevés ahhoz képest, hogy mondjuk a junior 26-ban hogy az átlag induló olyan 20-25-en vannak. És ott az első 4 ember mindig ilyen 1-2 ponttal tél el. Nálunk meg egy jobb versenyen, tehát ha sokan vagyunk, az már 5 számot jelent. És hát van egy debreceni srác, Rajmund, ő lett a második az országos bajnokságon. És így nagyjából ennyi, mert nem is vagyok annyira tisztább, mert tényleg olyan keveset szoktunk indulni, hogy nem is nagyon ismerem őket. Nyilván az, hogy ha valaki országos bajnok lesz, az utána maga után vonja, hogy a világbajnokságon indul, vagy indulhat. Nem tudom, hogy így van-e, javíts ki, ha tévednék. Hát igen, végül is megvan szabva, hogy minden kategóriából az első, a Magyar Kupa futamok pontokat érnek, és ezáltal összeadódnak az elért pontok, és a legjobb 2-3 versenyző kimehet kategóriánként a világbajnokságra. És hát úgy döntött a szakág vezetőség, hogy végül is a junior 20-ból csak 1 ember mehet ki, mert úgyis nagyon kevesen vagyunk, és a szövetség pénze is így korlátolt. És akkor végül is én mentem ki a magyar válogatottal, mint junior 20-as versenyző. Kim voltunk, Livignóban volt Olaszországban a verseny, kim voltunk egy 5 napot, nagyon szép volt, és nagy élmény volt találkozni a világ legjobb ringásaival. Hogy érezted ott magad? Milyen elvárással mentél ki? Itt is felteszem ezt a kérdést, és hogy értékeled az eredményt? Hát így elsőként az elvárás. Hát mivel Magyarországon még annyira nem elterjedt a sport, nem támogatják annyira így, a magyarok azért még erősen el vannak maradva a világmezőnytől, így az élvonaltól. És hát én úgy mentem ki, hogy megpróbálom, és amit tudok, azt megteszem azért, hogy minél jobb helyezést érjek el. Hát 25-en indultunk, és 15-dik lettem. Hát én ezzel így nagyjából meg vagyok elégedve, de ezt így említésre méltó, hogy a pályák teljesen mások voltak, mint a magyarok. Tehát ott rendesen természetes pályák voltak, ilyen patakokba versenyeztünk. Magyarországon meg mindig épített pályák voltak, és ehhez mérten a magyarok nem is szerepeltek olyan kiválóan ezeken a természetes pályákon. Mi volt az, ami úgy igazán megmaradt benned? Mint a hatalmas tömeg, és hogy folyamatosan mindenhol mindenki kerékpárral volt, ugyanis végül is ez nem csak triál világbajnokság volt, hanem volt itt cross country-sok voltak, downhill-esek, forcrossosok, és ez alapból egy nagyon pici ilyen sífalu, és tele volt az egész bringásokkal, mindenhol találkoztunk velük, és itt tök jól elbeszélgettünk külföldiekkel is.
mondhatjuk, hogy a kerékpáros kultúra fejlettebb arrafelé, vagy leszűrhetünk igen. ilyesmit? Igen. Tehát például a franciáktól ők nagyon jók ebben a triálban most. Minden korcsoportból legalább egy 5-6 versenyzőt hoztak. Körülbelül a döntősöknek mindig a fele francia volt, tehát például meg a spanyolok voltak a másik ilyen ország, aki képviseltette magát jeles bringásokkal. És hát igen, végül is még van mit behoznunk. Miklós, gratulálunk! Nem lehet eredménye a sokak által vandál magatartásnak titulált triálozásnak, nem csak az, hogy a város egy-két lépcsőjén guminyomok díszelegnek.